a máj ára. Profi autótolvajok rács mögött. Új arc, új élet, tanúvédelem. Heti 1 millió. Működik a mobilmaffia. Új arc, új élet, tanúvédelem. A tanúvédelem elsősorban a szervezetbűnözés elleni harc új, korán sem csoda fegyvere. Célja a bizonyítékok tanúkkal történő alátámasztása, ehhez azonban rá kell venni a következményektől tartó személyeket a vallomástételre a bíróság előtt. Ezután pedig egy életen át garantálni kell a személyes és sokszor az egzisztenciális biztonságot. Ezen személyek nagy része nem szimpla szemtanú. Többségük beavatott, akik nem csak feladott társaik bosszújától tartanak, hanem a törvény szigorától. A tanúvédelem éppen ezért sokszor egyszerre alkalmazandó a vádalkú intézményével. Így volt ez Sammy Gravano a Bika esetében is, aki a Cosa Nostra tagjaként John Gotti alvezéreként végül vádalkut kötött és tanúvédelemben részesült. Ebben az esetben, de a legtöbb tanúvédelmi programban résztvevő szereplő és a bíróság között az Egyesült Államokban a szövetségi ügyész egyeztet és közvetít. Ez már tiszta Amerika, mondhatnánk. Bár egyelőre még nem lépett életbe, ám hamarosan idehaza is megismerkedhetünk, az USA-ban már híressé, vagy inkább hírhetté vált, és tanúk sokaságának életét megmentő tanúvédelem intézményével. Ez egy új tanúvédelmi program, amely a tanú személyes védelmét jelenti. Ez ellen szokták felhozni érvként, hogy Magyarország elég kicsi ahhoz, hogy itt valakit elrejtsenek. Ez Magyarországon egyelőre még gyermekcipőben jár, de az új tanúvédelmi program az új személyazonosság lehetőségét már magában hordozza. Mennyiben lesznek rosszabbak vagy jobbak azok a körülmények, amik közé kerül? Olyan szabályozás, hogy most milyen körülmények közé kerül, nyilván az adott ügy fogja eldönteni. Azonban a tanúvédelem, például a tasnádi perre vagy az olajügyekre gondolva, nem teljesen ismeretlen a magyar joggyakorlatban. A tanúvédelem intézménye tulajdonképpen már nagyon régen benne van a büntetőeljárási törvényben. A legalapvetőbb tanúvédelmi eszköz volt 1973 óta. A különösen védett tanú már egy új intézmény, ami azt jelenti, hogy kiemelkedő súlyú ügy lényeges körülményéről van tudomása. Az ő vallomása mással nem pótolható. Sem a vádlottnak, sem a védőnek nem lehet tudomása sem arról, hogy ő hol tartózkodik, hol lakik, illetve magáról arról sem, hogy őt tanúként kívánják meghallgatni, illetve élete, testi épsége, vagy a hozzátartozóinak az élete és testi épsége a súlyos fenyegetésnek lenne kitéve akkor, hogyha ismerté válna a személye. A dolognak azonban van egy másik része is, hiszen a védelem alá kerülő embernek új arccal, új személyazonossággal, illetve új élettel kell szembesülnie. Ez nem könnyű alkalmazkodás, nem csak a bűnözőnek, senkinek sem. De miután az életéről van szó, tehát ez az alkalmazkodás kényszerű, és célszerű is adott esetben. Tehát alkalmazkodni fog, mert muszáj. Furcsa módon egy terápiának tekinthető, tehát egy bűnöző világból, kényszerűségből egy alkalmazkodó, társadalmi elfogadott életstílus kell választania, ha meg akar maradni. Ennek egyik ok az, hogy ha bűnöző attitűddel marad be, akkor újra lebukhat. A másik, hogyha terápia alatt azt értettem, hogy egy normális életvitelt kell produkálnia. Volt már tanúja bűnténynek? Tud valamit? Információja van a szervezet bűnözésről, de nem mer róla beszélni? Ön is tagja valamelyik szervezetnek, de ha kiszállna, nem érezné magát biztonságban? Védett tanú bármelyikünkből lehet, de felkészültünk-e rá lélekben? Mi vár arra, aki védett tanúként új életet kezd? Ez teljesen én azt mondom, hogy viszonyítás kérdése. Ki hogy fogja fel a dolgokat. Tehát tényleg, hogyha ilyen országos jelentőségű nagyobb volumenű dolgokról van, én azt mondom, hogy igenis az embereknek részt kell vállalni ebben. Részt vennél egy ilyen programban? Hát szerintem igen. És hogyha tényleg bűnöző az illető és rács mögé kell juttatni, akkor igen. Kerülöm az olyan történeteket, ahol tanúskodnom kellene és esetleg védelemre lenne szükségem. Tanulvédelmi program van? Hát itt Magyarországon? Hát remélem, hogy nem kerül rá sor.
amennyiben sor kerülne rá, és mondjuk olyan minőségben működne, mint mondjuk az Egyesült Államokban, akkor részt venne benne minden következményével együtt, tehát hogy új személyazonosság, új millió, új privát szféra. Úgy igen, természetesen, hogyha rászorulnék, akkor mindenképpen. Én nyilván jó sokáig és nagyon elgondolkodnék rajta, hogy akkor tényleg megéri-e vállalni az ilyet, de én elképzelhetőnek tartom azt, hogy vállalnék ennyit. Este 10:30 táján ezen az útszakaszon haladt a Lada Niva típusú rendőrautóval a két fiatal járőr. A helyszínen talált nyomokból úgy tűnik, egy csatorna fedélre helyezett oszlopot szerettek volna kikerülni, amikor az autó, feltehetőleg a gyors irányváltás következtében felborult. Információink szerint az éjszakai fokozott közúti ellenőrzés keretében teljesített szolgálatot a két szerencsétlenül járt rendőr. Azt tudom megerősíteni, hogy a gépkocsi valóban felborult, azt, hogy ennek konkrétan mi volt az oka, és hogy milyen sebességgel haladtak erre, én nem tudok nyilatkozni. A rendőrautó műszaki állapotáról annyit tudtunk meg, hogy a Lada Niva típusú kocsik jó, viszonylag új modellek voltak, melyekből a közelmúltban kapott néhány darabot a szombathelyi rendőrkapitányság. Az állomány tagjai korábban többféle típusú, de alacsonyabb autókat, leginkább Opel Astrákat használtak, melyek egész más vezetési stílust kívántak meg. Ismeretlen tettes 2001. június 22-én az esti órákban Mike Budához tartozó Víkend területén több lövéssel megkísérelte megölni VG 41 éves budapesti, a szórakoztatóiparban is érdekelt vállalkozót. A sértett a rendőröknek a kórházba szállítás előtt annyit mondott, hogy ismeretlen személy autóvásárlás ürügyén lecsalta őt a Víkend területére, és ott miközben erre a személyre várt, valaki többször rálőtt. Többszöri meghallgatás során a rendőrség életszerűtlennek és ellentmondásosnak találta a részleteket, majd az előzmények rekonstruálása során képbe került HP, a vállalkozó egyik ismerőse, akiről bebizonyosodott, hogy üzletkötési szándékkal együtt érkeztek az elhagyott Víkend területére. Ám ezelőtt HP kokait fogyasztott. A helyszínen eddig ismeretlen okból és indíték nélkül több lövést adott le végére, aki a sérülései ellenére elmenekült. A sértett később egybehangzó vállomást tett a beismerésben lévő elkövetővel, akit hamis beszámolójával a következményektől akart megvédeni, mivel támadóját barátjának tekinti a történtek után is. Nem enyhül a cigaretta csempészési láz, legalábbis erre következtethetünk abból, hogy az elmúlt héten egyetlen napon kétszer is nagy fogása volt a VPOP hegyeshalmi munkatársainak. Az igazán nagy fogásokat ezúttal is a Hegyeshalmi Vámhivatal munkatársai produkálták. 24 órán belül két nagyértékű szállítmányt akasztottak meg a vámhivatal munkatársai. Az első esetben egy német kamion jelentkezett kilépésre a vámhivatalnál, és németországi címzetnek szállított volna faszenet. Itt a kockázatelemző módszer alapján került kiválasztásra ez a szállítmány, és a szállítmányban elrejtve 80 millió forint értékű cigarettát találtak a kollégáim, ezen természetesen sem zár és adójegy nem volt, és ez is külföldi eredetű cigaretta volt, le is foglaltuk annak rendje és módja szerint, majd néhány órával később egy másik kamion jelentkezett kilépésre, ez már magyar kamion volt, magyar sofőrrel. Az okmány egyeztetés során derült ki, hogy az adatok nem stimmelnek, ezért felnyitották a kamiont a vámhivatal munkatársai, ebben pedig az utóbbi időszak legnagyobb értékű cigaretta szállítmányát találták, közel 110 millió forint értékű cigaretta volt a salakgyapot között elrejtve. Pár nap múlva azonban valami egészen más is horogra akadt Záhonynál, a Tisza Expressen. A Záhonyi Vámhivatal munkatársai ellenőrizték a Moszkva-Belgrád között közlekedő nemzetközi gyorsvonatot. Az ellenőrzés az utasok mellett kiterjedt a vagonokra is, és az egyik vagon rekeszében elrejtve három darab első ránézésre nem különösebben értékes fényképezőgépet találtak a vámosok. Azonban az alapos vizsgálat során kiderült, hogy ezek a fényképezőgépeken náci birodalmi jelzések vannak. Szakértőt hívtunk a helyszínre, és a szakértő megállapította, hogy ezek a gépek hat történeti értéket képviselnek. Hogy pontosan mennyit érnek, kik voltak a tulajdonosai, ezt majd még a szakértői vizsgálatnak kell tisztázni. A máj ára. A magyar titkosszolgálatok adatokat szereztek arról, hogy az illegális szervkereskedelemben hazánkat már tranzit, illetve forrásországként tartják számon. Latin Amerikában egy férfi, Ázsiában egy nő a veséjét bocsájtotta áruba, 10 000 dollárért.
Egy szingapúri asszony 3 milliót kér. Vannak, akik bármely testrészüket készek eladni. Úti költséget és némi pluszpénzt kérnek cserébe. Amerikában egyes cégek titokban szülő leányanyák gyermekeit vásárolják meg, hogy szerveiket eladják. A Vám és Pénzügyőrség alföldi professzor irányításával oktatást szervezett azon munkatársai számára, akiknek a jövőben az lesz a feladatuk, hogy már a határon megakadályozzák a szervek és szövetek ki, illetve beszállítását. Én azt hiszem, hogy ezek a fiatal emberek olyan szakmai tudást kaptak, amivel lehetséges lesz az, hogy főleg a szövetkereskedelem, mert abban pici helyen elfér is, és nincs időhöz kötve, tehát az már konzervált, és az tartósan megőrizhető, működő, vagy átültetésre képes állapotban. Úgyhogy ott van a nehezebb dolog, a szervek esetében én ennek nem nagyon látom a veszélyét. A világ számos országában konkrét esetek bizonyítják, hogy van realitása az illegális szerv vagy emberi szövetkereskedelemnek. Mi a magunk részéről természetesen ezeket az információkat komolyan vesszük, hiszen az egész tevékenységet a kereslet-kínálat határozza meg. Mi egyfajta megelőzésként beszélünk erről, senkit nem akarunk természetesen megijeszteni, és nyugodtan mondhatom, nyugodt szívvel mondhatom, hogy a Vám és Pénzügyi gyakorlatában illegális, engedély nélküli emberi szervkereskedelemmel nem találkoztunk. Mi tehát nem riogatni szeretnénk senkit, amikor erről beszélünk. Felkészítettük a Vám és Pénzügyőrség erre illetékes állományát. Több mint 2 éve minden új kiképzésen résztvevő kollégát valamilyen szinten ennek az információnak is a birtokába juttatunk, külső szakemberekkel a határ számos pontján működnek úgynevezett kutatócsoportjaink, akik a speciális, különleges áruk illegális csempészetét hivatottak felderíteni, megakadályozni, kábítószerre gondolok, esetleg magas adótartalmú termékek. Így többek között ez a fajta tevékenység is az ő profiljukba illik. Hazánkban évente 10 000 személy tűnik el nyomtalanul. Közülük 500 ember soha nem kerül elő. Az ORFK a gyanús eltűnések kapcsán annak lehetőségét is vizsgálja, hogy azok, akik eltűntek, kapcsolatba hozhatók-e a szervkereskedelemmel. Profi autótolvajok rács mögött. Kezdődött azzal, hogy ellopták a Bajor bogarát. Profik, profi módszerrel. A neves művész autója csak egy a sok ezer közül, amelyiknek lába kél. De ez az eset szerencsésen végződött. A bogár meglett, és a rendőrségi akció során több autó és egy egész hálózat horogra akadt. Megérkezett ez az információ a Gepár csoportnak a zöld számára. Ők kijöttek, leellenőrizték az információt, és megtalálták itt Dunakeszin egy garázsban az autót, egy családi ház. Úgy hívják, hogy elcsapták a garást? Hát tulajdonképpen ők felrúgták a garást. Úgyhogy leellenőrizték az információt, megtalálták az autót, utána a helyszínt az összes emberrel, mindennel átadták nekünk, mivel mi folytatjuk a büntetőeljárást. Egy autóbontót Fó területén találtunk, ahol volt egy lopott autó, amit a BRFK körözött, illetve ott volt egy Audi A4-esnek az alváza szétbontva. Ugye itt a bontós volt az, akit első körben ugye a kapitányságra beinvitáltunk, és megkérdeztük, hogy milyen körülmények kerültek oda az autók. A felismertetés bemutatására ugyanezt a szemét választotta ki, ugye akit már a Beetle tulajdonítása miatt köröztünk. Illetve amikor a garást megkutattuk még a Beetle esetében, ott találtunk olyan tárgyakat, amelyek egy Budapestről ellopott gépkocsinak a dolgai voltak. Éppen a tegnapi napon történt, hogy az eddig beszerzett információk alapján már ezt teljesen önállóan el lehet mondani, mi is megtaláltunk egy garást itt Dunakeszi területén, amiben éppen egy olyan autó állt, amit a pénteki elfogásokat megelőzően egy 5-6 órával loptak el. Az elkövetőktől lefoglaltak még egy törvényesen vásárolt volt rendőrautót is, mely további vizsgálódásra ad okot. A Dunakeszin működő banda és a hálózat arra is rávilágít, hogy a budapesti agglomeráció jó terepe a lopott autó ügyleteknek. Itt van ugye Budapest és Pest megye egybe, mint egy hatalmas nagy terület. Ha Budapesten történik egy bűncselekmény, akkor Pest megye a menekülő útvonal, mivel hogyha a közigazgatási területet elhagyja, azért mert az információ végigjár, és kijut mondjuk egy Pest megyei településre, addigra már van lehetőség, hogy eltűnjön, hiszen itt ilyen 20-30 percekről beszélünk. Ha Pest megyébe történik egy bűncselekmény, akkor az a legegyszerűbb, hogyha bemenekül Budapestre, hiszen ott a
21 néhány kerületből igen nehézkes megtalálni, hogy éppen most merre szöktek el, vagy merre menekültek. Az autók egyre modernebbek, a tolvajok pedig egyre inkább a drasztikus módszereket választják. Hazánkban több ezren vesznek részt a lopott autó bizniszben, és közülük sokan büntetésük leülése után is folytatják a szakmát. Aktívan, amikor én fénykoromban csináltam, akkor hetente 3-4 autót biztos, hogy elvittünk. És hogy kezdődött? Hát először én is csak ilyen autófeltöréseket csináltam, inkább magnókat, telefonokat vettem ki. Aztán így, aztán megismerkedtem olyan emberekkel, akiknek szükségük volt ilyesmi munkára, és így belecsöppentem. És megrendelésre mindig? Mindig csak megrendelésre, persze. Tehát megadták az autó típusát? Típusát, igen, színét esetleg, és akkor így történt. És utána tudtad, hogy mi történik az autóval a további sorsa? Nem. Engem az már nem érdekelt, én megkaptam ezt a pénzemet. Akkoriban ez ilyen néhány 10 000 forintot jelentett, aztán engem nem érdekelt. És mennyi időt szántál egy autóra? Mikor már nagyon értettem hozzá, nekem maximum 10 perc kellett hozzá. Ha valakinek jó kapcsolatai vannak, most idézőjelbe teszem a kapcsolatokat, tehát elér mindenhova keze, információi vannak, mennyi az esélye, hogy ha ellopják a kocsiját, akkor meg tud egyezni és vissza tudja kapni? Ez egy nagyon kényes pálya. Van ilyen ember, immárom negyedszer fizett 1,5-2 millió forintot, mert neki ismerősei vannak. Ezek az emberek nem veszik észre, hogy rájuk álltak, mintha védelmi pénzt fizetnének, vagy egy rendszeres autócserébe lennének. Nem hiszem, hogy ez eredményes dolog úgymond így lepaktálni az elkövetőkkel. Kapcsolataink vannak olyan bűnözői csoportokban, akik gépjárműlopást követnek el, bár a kapcsolataink nem bűnözők, annak látszanak, de nem azok. Beépítettek? Ezek a kapcsolatok már megvoltak ezeknek az embereknek, ezek a bűnöző kapcsolatok. Mi ebbe beépülünk ebbe a körbe, tehát így mi beépülünk ebbe a lánc reakcióba vagy folyamatba. Mivel az információ hatalom és az autótolvajok is kontaktálnak egymással méghozzá nagyon intenzíven, ezért ha elterjedett hír, hogy ezt a Trabantot nem kellett volna ellopni, ezt mindenki komolyan veszi, akkor is, ha nem a rendőrség indít. Nagyon sok olyan személy van, akinek elviszik az autóját és megüzeni, hogy ezt nem kellett volna, és akár teszi ezt rendőri fedéssel is, és a bűnözők még úgy, hogy be is tartják. Öngyilkossági szándékkal leugrott egy férfi dobogókőn a rezsőkilátóból. A budapesti lakos 150 méteres szakadékba zuhant. A tűzoltók kötélpálya segítségével hozták a felszínre, a mentő kórházba szállították. Június 18-án a 7. kerületi Dembinszki utcában robbanás következtében életét vesztette egy 48 éves budapesti férfi. A vállalkozó halálát egy a szemetesbe elrejtett bomba felrobbanása okozta. A megszerzett adatok alapján a BRFK keres egy feltehetően sárga Opel Kadett típusú személygépkocsit, valamint a benne tartózkodó nőt és férfit. Az autó a robbanást megelőzően a Dembinszki utca és a Bethlen Gábor utca sarkán állt. Ugyancsak keresi a rendőrség azt a világos színű személygépkocsit és vezetőjét, amely közvetlen a robbanás után a Dembinszki utca 6 szám elől indult el. Az országos rendőrfőkapitány 5 millió forintos díjat tűzött ki a nyomravezetőnek. Újra ölt a drog. Hétvégén a nyugati téri aluljáró mellékhelyiségében találtak egy férfit, aki kábítószer túladagolásban halt meg. Rá pár napra a Munkás utcában ismét ölt a drog. Ő volt a 20. áldozat. Gázrobbanás történt 25-én a Mester utcában. A baleset következtében életét vesztette egy 27 éves anya és 1 éves gyermeke. Két másik gyermekét gázmérgezéssel szállították kórházba. A balesetet egy rosszul bekötött gázvezeték okozta. A 7. emeleten tűz van felkiáltással tűzriadót tartottak a budapesti rendőrfőkapitányság Teve utcai székházában. A rendőrök sikeresen megoldották a feladatot, a gyakorlat jól sikerült.
A héten megkezdődött Lakatos András pere. A Miamiból hazahozott kisbandi nyilatkozott az újságíróknak. Egyetlen egy dolgot követtem el, ami a legnagyobb bűnöm volt talán az életemben, hogy a nagyon híres művésznőnek, a Medvecki Luánának kölcsönadtam egy pénzt. Ezután bizonyítani tudom, hogy behívottak a rendőrségre, megpróbáltak a szó szerint rávenni arra, hogy tegyem semmi se ezt a szerződést. Azt az embert, aki effektív becsapta a művésznőt, aki ugye hitelfedezetként ajánlotta fel ezt az ingatlant, soha semmilyen formában nem vonták felelősségre. Én, mint kölcsönadó, életem valamilyen szinten ezért károsztatva, és megpróbáltak rávenni arra, hogy 65 millió fontos kölcsönt tegyek semmissé. A képen látható Boros Béla és társai Debrecenben jelzálog hiteleket vettek fel hamis személyi igazolványokkal 30 millió forint értékben. Aki tud, a képen látható 47 éves férfi hollétéről hívja a 107-es segélyhívót. 9 millió forinttal károsította meg a postabankot a képen látható férfi. Az 52 éves Rédli Imre Józsefet körözi a rendőrség, aki ismeri hollétét, hívja a 107-es segélyhívót. Adásunkkal kapcsolatos észrevételeiket, bejelentéseiket a 346-0133-as telefonszám üzenetrögzítőjén, illetve a mediaflash@mail.datanet.hu e-mail címre várjuk. Ő a legidősebb a 11 havasi testvér közül. Régi motoros és tapasztalt rendőr. 25 éve a fővárosban kezdte a pályát, majd rendhagyó módon a prágai Károly Egyetem jogi kara következett. Több mint 10 éve, hogy visszatért szülőföldjére, Nógrád megyébe. 5 éve vezeti a megyei főkapitányságot dr. Havasi Zoltán. A rendőrség jól dolgozik akkor, hogyha a bűncselekmények számát bizonyos mértékig kézbe tudja tartani, korlátozni tudja. Tehát az adott területen nem növekszik olyan mértékben a bűncselekmény száma, amelyet már aztán nem lehet kézbe tartani. Itt arról van szó, hogy bűnözés mindig volt és mindig lesz. Ezzel együtt kell tudni élni. Nógrád megyében a 96-ban elkészített prognózis szerint 10 és 12 ezer ismert élet bűncselekménynek kellett volna lenni 98-99-2000-re. Ehhez képest 7-8 ezernél tartunk. Szerencse? Jó munka? Ki tudja? Mindenesetre mi igyekeztünk tenni a dolgunkat. Az emberek többsége azt mondja, hogy a kollégái érdeme, és ez igaz is. Mert alapvetően az ember önmagában, hogy megint van erre egy nagyon szép mondás, egy fecske nem csinál nyarat, de mindenféleképpen jelez valamit. Az, hogy jön a nyár. Tehát kell a fecske. Ahhoz, hogy tudjunk valamihez viszonyítani. Egy erősen, és előbb mondtam ezt a hierarchizált rendszert, és rendőrség az. Egy ilyen rendszerben a vezetőnek mindig meghatározó szerepe van. Jelentősége van. A rendőr a parancsnokára mindig úgy tekint, mint egy példára, mint olyanra, akinek a viselkedése, gondolkodásmódja, cselekvése meghatározza a saját gondolkodásmódját, cselekvését és viselkedését. Az ember, mikor végig gondolja saját életét és a múltját és a jövőjét, fontos dolog az, hogy ha visszatekint a múltjára, akkor többségében úgy gondolja, hogy jót cselekedett, jót tett, sikerült neki megvalósítani az életének a elképzelését. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én azt csinálom, amit szeretek, amit választottam, és amely a szívemhez nőtt, amely a lényemmel egyé vált, tehát rendőr vagyok. Most vagyok a pályámnak egy olyan csúcsán, amely emberi léptékkel mérve talán a legfelső szint. Ez a szint, amikor még az ember nincs elszakadva a végrehajtástól, hiszen napi szinten foglalkozok ilyen jellegű ügyekkel, és ugyanakkor mégis egy nagy szervezetnek az irányítója, viszonylagosan nagy szervezetnek az irányítója, és másképp is kell gondolkoznia végrehajtóként, mint egyszerű rendőrként. Hát például ez is egy kompenzáció. Tehát az, hogyha valakinek egy olyan hobbit választ magának, egy olyan lehetőséget választ, amely ki tudja kapcsolni abból a rendszerből. Tehát kiemeli őt, hiszen ugye az embernek a családja is ott van. A család is jelent egyfajta édes terhet, így mondom, de a szakmával együtt némely esetben szinte elviselhetetlen. Lehet, hogy egy kicsit furcsa ez a kifejezés, de tényleg így van. Nem, nincs az emberbe jó néhányszor, hogy édes jó Istenem,
csak egyedül akarok lenni, és nem akarok senkit sem maga körül, sok esetben még az ember, uram, bocsát, családtagját sem tényleg, hanem csak úgy egyszer egyedül akarok lenni, vagy valami olyasmit akarok csinálni, amely teljesen ki tud kapcsolni. Most ez bármi lehet egyébként, hiszen olyan sok mindennel foglalkoznak az emberek hobbiként. Egy a lényeg, hogy ki tudja magát kapcsolni teljesen abból a világból, amely számára adott esetben, vagy némely esetben terhet jelent. Ez a legfontosabb. A motorozásban mi a legszebb? A szabadság, amiről beszélnek, és bár talán úgy tűnik, hogy elcsépelt szó, de igaz. Amikor az ember felül a motorkerékpár nyergébe, és elindul, akkor valóban, mintha a szél, amely szembecsap, a gondjaitól is megszabadítaná. És ez a legfontosabb, ez a legjobb, amikor az ember szinte gond nélkül tud előre tekinteni, és gond nélkül tekint a világ valóságára, a tájakra, az emberekre. Valahogy onnan minden más. Minden talán szebb. Igen, azt hiszem szebb. A felesége nem jól visel a dolgot, de hát ritka az az alkalom. És ritka az a lehetőség, amikor mindenki el tudja fogadni. Ő talán félt egy kicsit, fél a motorozástól, és nem képes arra, hogy a motor nyergébe üljön, vagy esetleg a hátam mögül nyilvánvalóan. Viszont a két fiam, ők úgy látszik az én vénámat örökölték, mert mind a ketten nagyon komolyan érdeklődnek iránt, a szeretik, sőt, nagyon sok esetben velem tartanak motorozásokra, és hát ilyen találkozókra is velem tartanak. Nem tudom, féltem is őket, ugyanakkor azt is szeretném nyilván, hogyha azt csinálnak, amit én csinálok. De talán azt hiszem, hogy ha ők döntenének, a döntésüket el tudnám fogadni, és a szívem legmélyén talán örülnék neki. Heti 1 millió. Működik a mobilmaffia. A mobiltelefonok megjelenésük óta minden felülmúló üzleti sikert jelentenek forgalmazóiknak. Nem csoda hát, hogy a mobil divatot az alvilág is meglovagolta. A készülékek csempészetével foglalkozó bandák akár napi több százezer forintnyi hasznot is húznak az üzleten. Körülbelül olyan 5 éve indult be, de akkor még nem olyan nagy biznisz volt, mert akkor még csak kevés telefont lehetett venni, mert még akkor nagyon drágák voltak. Ez körülbelül olyan 3 évvel ezelőtt kezdett úgy nagyon beindulni, mikor már úgy olcsóbbak voltak a telefonok akcióban, minden, ahogy meg lehetett venni. Azóta kialakult egy ilyen hálózat ebben a telefonos témában, hogy meg vannak határozva, hogy ki hol vehet telefont, akik így nagyban űzik. Ez úgy működik, hogy vannak különböző hirdetések az újságban, olyan 0 perces kártyák, átadóak. Ez azt jelenti, hogy bemegy mondjuk az ember a Dunaplázzába, találkozik ezzel az illetővel, aki feladta a hirdetést, bemennek együtt a Panhoz, vagy a Westerhez, vagy a Vodafonehoz, megveszik a nevére a telefonkészüléket, az akciós telefonkészüléket, a kártyát megkapja, a telefonnál megtartja az, aki feladta a hirdetést. Az az ember ott a helyszínen túl sokat nem fog kasszírozni a telefonon, körülbelül olyan 1000-2000 forintot, csak neki nem ez a buli, hanem megcsinálja ezt naponta legalább 5-szor, 6-szor, vagy 10-szer, vagy 100-szor, attól függ, hány embert tud szerezni. Az illegális kereskedelem elsődleges célpontjai a szomszédos országok piacai, ahol az ottani árakhoz képest fillérekbe kerülő telefonokra óriási az igény. Mindegyik olyan országba vándorol, ahol végülis kevés telefonval nehezen tudnak hozzájutni, mint például Jugoszlávia, Románia, akkor albánok is szoktak menni, meg végülis így, ahol nehezen tudják megszerezni a telefonokat. Az akár mobil maffiának is nevezhető társulások sokszor ugyanolyan kegyetlenek, mint a más bűnözői üzletágakban működő társai. A nagy biznisz lebonyolításához azonban gyakran a hivatalos szervek részéről is szükség van beépített emberekre. Hogyan lehet az, hogy napi 20-30-40-50 telefon is kifut egy-egy ember kezébe a cégektől? Hát erről konkrétan nem akarok beszélni, hogy hogyan, de szerintem úgy, hogy ebbe benne vannak ők is. Mindenkinek kell a pénz. Ők is kapnak érte. Belül. Annak, aki jobban bele mélyedt ebbe az üzletbe, mennyit hozhat mondjuk egy hónapban, vagy akár egy héten? Ez mindig attól függ, hogy mennyi ember tud szerezni, akinek a nevére meg tudja vásárolni a telefonkészüléket, és attól függ, hogy milyen kapcsolatai vannak, milyen áron tudja továbbadni a készüléket. Biztos, hogy megvan nekik, hogy olyan 1 millió forint. Szerintem.
A mobil üzlet tehát továbbra is biztos bevételt jelent majd bizonyos alvilági köröknek. A kérdés csupán annyi, hogy meddig. Önök a Bűntényt, a Mediaflash bűnügyi magazinját látták.